A Ferencváros legutoljára 2020-ban szerepelt a BL-ben, és akkor sem mentek sokáig, jelenleg még a konferencia ligáért küzdenek, úgyhogy én lettem a Fradi menedzsere, amíg meg ne nyerem a BL-t. És hát elnézve a csapatot, eléggé nehéz dolgunk lesz. Összeállítottam, hogy szerintem fel kéne állni a csapatnak. Ez a formáció tetszik, két szezon erejéig megtartjuk. Erősítés, az a belső védő pozíción kell, Knuster helyett kéne igazolnunk egy belső védőt, valamint még szeretnék egy balbekket és egy jobbekket, a jó védelem elengedhetetlen ahhoz, hogy bemaradjunk a Premier League-ben, és tekintve, hogy bent a Premier League-ben 40 milliót kaptunk, a belső védőnk legyen Santiago Bueno, 24 éves az urugvai, 8 millió az értéke, úgyhogy ajánlunk érte 10-et, amit elfogadott a Girona, úgyhogy rátérhetünk a játékos szerződésére, 20 ezeret ajánlunk neki hetente, de ezt nem fogadta el, úgyhogy ez a belső védő opciónk ez elúszott. A második jelöltem pedig Nianzu, egy kicsikét alacsonyabb értékelésű, de remélem, hogy tud fejlődni, kevesebbet is ér, és most nézem, hogy egyébként még fiatalabb is, adjunk érte 9-et a Sevillának, amit elfogadott. Ezúttal nem fogjuk elaprózni a fizetést, 30 ezeret fogunk neki adni hetente. Ezt elfogadja, de kér egy kis aláírási bónuszt. Én ezt elfogadom, így megvan az első igazolásunk Nianzu személyében, úgyhogy megvan a belső védőnk. Benne nagy tehetség van, én úgy érzem, de most átérhetünk a jobb back pozícióra. Ide egy free agentet, Kevin Alvarez fogom leigazolni. 75-ös értékelésű, 24 éves mexikói jobbszélső védő. Ráadásul még ingyen is van számomra, ő a tökéletes opció. Nézzük, hogy meg tudunk-e egyezni a játékossal. 47-et kér hetente, meg elég sokat aláírási bónusznak, de szerintem megéri. Ingyen jobbat úgyse találunk, így megvan az új jobbszélső védőnk. A bal oldalra pedig Luka Netzet szeretném, benne nagy a tehetség. 6,5 milliót ér, ajánlunk érte 9-et, amit elfogadott a Mönchengladbach, és megegyeztünk a játékossal is. Így megérkezett az új balbekkünk, így pedig megvan a három igazolásunk is, készen van a csapat. Nagyon remélem, hogy nem esünk ki, de szerintem meg tudunk maradni, úgyhogy nézzük meg, hogy hogy teljesítünk a szezon során. Sikerült elkerülnünk a kiesés, 15. helyen végeztünk, 3 ponttal maradtunk ugyancsak bent, de ez is elég. A kupákban semmi érdemleges nem történt, és még nem voltunk bent semmilyen európai sorozatban, úgyhogy az első idényről ennyit. A legjobb góllövünk egyébként Zakaria Szellet 13 találattal, valamint Bassi ugyanannyival, de ő 16 meccsen játszott, azért azon 13 gól eléggé jó, és jól fejlődött a csapat, úgyhogy kíváncsi leszek erre a második szezonra. Ami itt is van, ezúttal a középpályát szeretném megerősíteni, kerülni fog egy védekező középpályás, igazából ebből kettő, meg egy támadó középpályás, de oda igazából betehetjük Marquinhost, és akkor bízhatunk az ő fejlődésében, és akkor szerződtetünk egy csatárt, aki jobb, mint Maé. Erre pedig most 50 milliót kaptunk, de egyik védekező középpályásnak, aki igazából középpályás, de jó lesz majd, Amadou Haiderát néztem ki, neki le fog járni a szerződése, így ilyen 18 millió körül meg tudjuk akár szerezni. Én azért ajánlok érte 20-at, egy nagyon picivel kér többet a Leipzig, amit elfogadunk, így megegyeztünk a csapattal, és könnyedén megegyeztünk a játékossal, így Haidera a Ferencvárosé. A másik középpályásunknak pedig Alex Baénát szemeltem ki. Statjai alapján ő inkább támadó felfogású, például 75-ös finishinge középpályásnak nem rossz, főleg 22 évesen, úgyhogy benne látok tehetséget. Nézzük, 15 millió elég a Villarrealnak, igen, elég nekik, és a játékos szerződése sem volt akadály, és a játékos szerződése sem volt akadály, így megvan az új középpályásunk, és így kész a középpálya, és tekintve, hogy Bassi az előző szezonban eléggé jól teljesített, így bízni fogunk benne, nem igazolunk új csatárt, és ez lesz a csapatunk a második szezonra, nézzük meg, hogy teljesítünk. Második szezon vége is ugyanúgy teljesítettünk, 15. helyen végeztünk megint, de megnyertük az FA Cupot, én nem tudom ezt hogy csináltuk, de megvan az első trófeánk. A Carabao Cup nem jött össze sajnos, de egy trófea, hát meglepődtem ezen is, jó teljesítmény, de nyilván a BL-ben nem voltunk bent, úgyhogy az még várat magára. Nagy meglepetésre Bálina lett a legjobb gólszerzőnk, mondtam, hogy jó a befejezései középpályáshoz képest, és a támadó felfogású, őt Nguyen követhet 10 találattal, Bassi teljesítményével abszolút nem vagyok megelégedve, úgyhogy kelleni fog majd egy új csatár. Itt is vannak a harmadik szezonban, és akkor a célom ugye a csatár, ahogy mondtam, valamint érzésem szerint kell egy jobb belső védő, mint Maé. Ezen kívül, ha maradnék pénzünk, akkor talán Marquinhos helyett igazoltunk valakit, de ez nem prioritás, benne még bízok egy kicsit. Idén a büdzsénk 60 millió euró lesz, ez szerintem bőven elég kell legyen a csapat megerősítésére. Számomra Abdou Diallo a védelem közepére egy jó választás. Nézzük, mit mond a ratingem 25 millióra, elfogadják, és könnyen megegyeztünk a játékossal is. Ez azt jelenti, hogy megvan az új belső védőnk, és utána pedig Evan Ferguson-t szeretném a Brightonból leszerződtetni. Csupán 12,5
millió az értéke is 75-ös, ajánlunk érte 15 milliót, kicsit feljebb menne a Brighton, amit én elfogadok, fizetésre 90 ezeret ajánlunk, amit elfogad, így megvan az új csatárunk, ezzel pedig meg vagyunk az összes igazolásunkkal, nem szeretnék már kinyosszájra igazolni senkit, úgyhogy nézzük meg, hogy teljesítünk a szezon során. A harmadik szezon is még mindig nem tudtunk bekerülni a top 10-be, 14-ek lettünk, Community Shield döntőbe kikaptunk a Citytől, most nem jött össze az FA Cup, se a Carabao Cup, a BL-be meg ugye nem voltunk bent, úgyhogy trófea nélkül maradtunk, és csak a 14. helyen fejeztünk, a legjobb góllövőnk pedig Haidara lett 20 találattal, és ő ott a legtöbb gólpaszt is 14-jel, vele meg vagyok elégedve, de amúgy a csapat teljesítményével annyira nem. Negyedik szezon ezzel a csapattal már lassan kvalifikálni kéne magunkat a Bajnokok Ligájába, ehhez pedig szükségünk lesz egy kapusra, valamint Marquinhos helyett egy támadó középpályásra, erre pedig 65 milliót kaptunk, és itt van Eno Black, 33 éves és 90-es értékelése van, 1-2 évre tökéletes lesz, próbáljunk meg 50 milliót ajánlani érte, sikerrel jártunk, sikerült megegyeznünk a játékossal is, így megvan az új kapusunk, így igazából a csapat kész, Marquinhos helyett Traorét fogjuk játszatni, hát ha neki jobban megy ott, úgyhogy nézzük meg, hogy sikerül-e végre jobban teljesítenünk. Ez az, végre top 5-be fejeztünk, majd nem bedugunk a BL-be, de az Európa Liga se lesz rossz, ami az FA Cupot illeti, azt nem nyertük meg, kiestünk az elődöntőbe a United ellen, és a Carabao Cup se jött össze, BL továbbra se volt, úgyhogy ennyit erről a szezonról, és Evan Ferguson lett a legjobb gólszerzőnk 22 találattal, őt Bayern és Haidara követte 13-13 góllal, meg vagyok elégedve ezzel a szezonnal, bízok benne, hogy a következőben már meg lesz a top 4. Itt vagyunk az 5. szezonban, és páran visszavonultak, úgyhogy sok dolgunk lesz, kell igazolnunk 2 darab támadó középpályás legalább, és a BL kvalifikációnak hála erre 90 milliónk lesz. Az egyik játékos, akit igazolunk, az Lindström lesz, le fog járni a szerződése, egy olcsóbb lesz. Bepróbálkozunk 30 millióval, amit elfogad a Frankfurt, így megvan az egyik igazolásunk, a másik középpályásnak pedig Pablo Torrét szeretném. Érte 50 milliót ajánlunk, amit elfogad a Girona, így megvan ő is. Velük pedig szerintem készen állunk az Európa Ligára és a top 4-re is, úgyhogy nézzük meg, hogy teljesítünk. A top 4-re teljes mértékben készen álltunk, harmadik helyen végeztünk, úgyhogy bent leszünk a BL-ben először. Az FA Cup nem jött össze, a Carabao Cup se, és az Európa Liga csoportunkból se jutottunk ki, de így bekerültünk a Konferencia Ligába, amit meg is nyertünk, úgyhogy megvan az első európai trófeánk, ez a Konferencia Liga, de mi nem ezért vagyunk itt, hanem a BL-ért, ahol a következő szezonban már jelenésünk lesz. A legjobb góllövőnk Ferguson lett 33 góllal, őt Lindström követte 29-el, hihetetlen teljesítmény, meg vagyok elégedve a csapattal, úgyhogy nézzük meg, mit hoz a következő szezon. És hogy a 6. szezonban hova tudjuk még boostolni a csapatot, kell még egy támadó középpályás, valamint Nianzu helyett egy jobb belső védő, erre pedig most egy hihetetlen magas összeget, 165 milliót kaptunk. A támadó sorba jött egy másik fiatal tehetség, Arda Güler, 54,5 millió az értéke, nézzük meg, mit mond Ancelotti 80-ra, elfogadja, ahogy Güler is, így megérkezett az új sztárunk, a védelem tengelyébe pedig Badét szemeltem ki az Athletic Bilbaóból, azonban őt a csapata nem akarja elengedni, úgyhogy más valaki után kell néznünk. A második kiszemeltem pedig a lejáró szerződésű Gabriel, érte 50 milliót ajánlunk, Bayern egy picivel többet kér, de mi elfogadjuk, így megérkezett ő is, így pedig kész az új csapat, úgyhogy nézzük meg, hogy teljesítünk az első BL idényünkbe. Premier League-be csupán 5. helyen végeztünk, úgyhogy nem lesz BL a következő szezonban, ha még nem nyertük. Kikaptunk az FA Cup döntőbe, Carabao Cup még nem jött össze, azonban BL csoportunk élén végeztünk, utána kijutottuk a Sportingot, negyed döntőben a Brüss, elődöntőben a Rómát, a döntőbe pedig büntetőkkel kikaptunk a PSG-től. Szlátetlen gyerekek, és 5. helyen végeztünk, úgyhogy nem is leszünk bent a BL-be. A legjobb gólövőnk ismételten Ferguson lett, őt Lindström követte, ugyanúgy, mint az előző szezonban. Meg vagyok velük elégedve a csapattal is, de a top 4 meg lehetett volna. Ebben a szezonban nem leszünk bent a BL-ben, azonban még mindig tudunk a csapaton erősíteni. Például egy erősebb albeket igazoltunk, mint Netz, valamint kell egy cserekapus, vagy mondok jobbat, egy kezdőkapus, ugyanis megy le a Black értékelése. Erre most kereken 200 milliót kaptunk. Kezdjük a védelem bal oldalával, ahova Alfonso Davies szeretném, azonban őt nem akarja elengedni a Bayern, úgyhogy másután nézünk, helyette pedig az Osasunából szeretném Parisit. Őt se akar elengedni a csapattal, de van egy 88 milliós kivásárlási záradéka, amit kifizetünk, és így egyből a játékos szerződésére térhetünk. Nyilván nagyon-nagyon fontos játékos lesz számunkra, 4 évre ír alá, a fizetése pedig legyen egy 100-as hetente. Ezt elfogadjad, de kér még egy kis aláírási bónuszt, amit elfogadok, így megvan az új balbekkünk, Parisi a Ferencvárosé, így rátérhetünk a kapus pozícióra, ide pedig a Bundesligába szereplő Gregor Kobelt szeretném. Egy év múlva lejár a szerződése, úgyhogy 50 milliót ajánlunk érte, 1 millióval kér többet a Dortmund.
mond, én ezt elfogadom. Ami pedig a fizetését illeti, 120 ezerrel kap hetente, valamint egy 1,2 milliós aláírási bónuszt, úgyhogy megvan az új kapusunk, és velük sikerült a top 4-be fejeznünk, úgyhogy a következő szezonban bent leszünk a BL-be. Az FA Cupot nem nyertük meg, se a Carabao Cupot, az Európa Liga csoportunkból kijutottunk, utána a 8 döntőbe kijutottuk a Liverpoolt, a 4 döntőbe kijutottuk az Olympique Lyont, az elődöntőbe a Bayern Münchent, úgyhogy bent vagyunk a döntőbe a United ellen. Sérültünk szerencsére nincsen, úgyhogy nézzük, be tudjuk-e nyerni a mérkőzést, és sajnos nem. 5-4-re kikaptunk büntetőkben. A legjobb gólövünk ismételten Ferguson lett, ezúttal 32 góllal, őt Lindström követte 21-jel, utána Bayern 15 gól és 12 gólpassz. Meg vagyok elégedve a csapattal, bízok benne, hogy a következő idényben már megnyerjük a BL-t. Ehhez pedig szükségünk van egy új belső védőre, mert Medvedi álló értékelése, valamint a jobbekünk se fejlődik már, úgyhogy kell oda is egy játékos. Erre 161 milliónk lesz. A védelem jobb oldalára én Dalót szeretném leszerződtetni a Real Madridból. Lejáróban van a szerződése, így szerintem 40 millióért meg fogjuk tudni szerezni, és igazam is volt. Ami a szerződését illeti, arról megegyeztünk, így Daló hivatalosan is a Fradi játékosa. A védelem közepére Dayo Upamecanót szeretném, aki az AC Milánban játszik. 54,5 millió az értéke, azért én ajánlok 80-at, amit el is fogad az AC Milán. Ez azt jelenti, hogy leszerződtettük a franciát, úgyhogy a csapat készen áll, nézzük meg, hogy képesek vagyunk-e megnyerni a BL-t. Eljutottunk a szezon végére, és megnyertük a Premier League-et, egy pontra voltunk csak a 100 ponttól. Megnyertük még az FA Cupot, Carabao Cup nem jött meg, de hát, ha ilyen jót teljesítettünk, akkor a BL egészen biztosan összejött idén. Nem igazán látom magunkat egyik csoportban sem. Azt nem tudom, hogy kerültünk be az Európa Ligába őszintén, ugyanis a negyedik helyen végeztünk, az pedig BL. De mindegy, az Európa Ligába kijutottuk a Başakşehir-t, de a negyedöntőbe a Stuttgart búcsúzott minket. Ferguson lett ismételten a legjobb góllövünk 38 góllal, őt Baena követte 20-szal, utána Pablo Torre 17-tel, meg ők elégedve a fiúkkal, nézzük meg, hogy a Premier League után jön-e a BL. És ahhoz, hogy megnyerjük a BL-t, szerződhetnünk kell egy támadó középpályást, mert aki itt volt, az vagy visszavonult, vagy lejárt a szerződése, és én nem vettem észre, hogy kell egy támadó középpályás, valamint ha maradt pénzünk, akkor talán egy jobb belsővét igazolhatunk, vagy inkább a kispadra egy középpályás, azért három igazolásra nem hiszem, hogy lesz pénzünk. 275 millió, nem tudom, meglátom, hogy lesz-e elég pénzünk. Támadó középpályásnak jöhet Szoboszlai, szerintem 87-es a magyar, 77 milliót ér, ajánljunk érte 93-at, ezt elfogadja Jürgen Klopp, úgyhogy most már csak a szerződéséről kell megegyeznünk a játékosnak, és sikerrel jártunk, így megvan az új támadó középpályásunk. A kispadra pedig Charlie Patinót szeretném leigazolni a Veronából, a vételára 70 millió lesz, úgyhogy megvan a középpályásunk is, és maradt pénzünk még igazolni egy minőségi belsővédőt, ebből pedig Hinkepit szeretném leigazolni, ő csak 57-et ér, úgyhogy 70 millió több is, mint elég szerintem. Dortmund Szoboszlait akar, nem tudom milyen szeren vannak, térünk vissza 70 millióra, elfogadja a Dortmund, úgyhogy megérkezett az új belső védőnk, úgyhogy a csapat kész, nagyon kíváncsi vagyok, hogy meg tudjuk-e nyerni a BL-t. Ezúttal nem 99 ponttal, de megnyertük a Premier League-et, azonban kikaptunk a Community Shield döntőbe, nem jött össze az FA Cup, de megnyertük a Carabao Cupot, BL csoportunk élén végeztünk veretlenül, a 8-at döntőbe kijutottuk a Genoát, de utána a 4-et döntőbe a Bayern ellen elbuktunk, így nem jött össze a BL megint, Ferguson már 93-as és 39 gólt rugott, utána Bayern 28-at, már 95-ös, már számolni nem tudom, hanyadik szezon, és nem tudom, hova lehet már erősíteni, kispadra mindenféleképpen el kell egy új kapus, egy új csatár, és még egy támadó középpályás. Fogalmam sincs, hogy kaptunk 809 milliót a vezetőségtől, de akkor ezt fogjuk használni a csapat megerősítésére. És hát akkor jöjjön kispadra Haaland, csak hogy legyen meg akkor a legjobb játékosunk oda. 211 millióba fog nekünk kerülni. A kapuba pedig jöjjön Donnarumma, őt a lejáró szerződése miatt 42 millióért már meg is szerezhetünk. Támadó középpályásnak pedig jöjjön Harvey Elliott, ő 100 millióba fáj nekünk, de ezzel kész a csapatunk. Ha ezzel nem nyerjük meg a BL-t, akkor semmivel sem, úgyhogy szimuláljunk a szezon végére, és nézzük meg, hogy hogy teljesítünk. Nyilván a Premier League-et behúztuk, jött mellé a Community Shield, Burnley-hez ment az FA Cup, Carabao Cup a Sheffield-hez, BL csoportunkból hibátlanul kijutottunk, 8-döntőbe kijutottuk a Sevillát, de a 4-döntőbe a Leipzig-től kikaptunk. Egy ilyen kis paddal, meg egy ilyen kezdővel, hogy? Even Ferguson 30 gólt szerzett, ő fantasztikusan szerepelt, Bayernával együtt, aki 29-et, mögöttük Güler 22-vel, én nem tudom, hogy mi kell még ennek a csapatnak őszintén.
Ha jól számolom, akkor ez már a 11. szezonunk, és még mindig nincs BL, ez számomra meglepő. Kezdem menni Upamecano értékelés, hogy igazolunk egy belső védőt, Deló helyett pedig egy jobb backet, Haidera helyett pedig betesszük Patinót a kezdő 11-be. Pénzünk van elég, 254 millió. Védelem tengelyébe Miguel Duarte-t szeretném leszerződtetni, ő egy regen, le fog járni a szerződése hamarosan, úgyhogy szerintem egy 70 millió elég kell, hogy legyen. Igazam is volt, így ő megvan. A védelem jobb oldalára pedig Rico Luis szeretném a Barcelonából. 100 millió a vételár, így megvan az új jobb backünk. A csapatunk készen áll, én őszintén nem tudom elképzelni, hogy ne nyerjük meg a BL-t. A Premier League ismételten sikerült, jöttünk mellé a Community Shield, az FA Cup nem, bejött a Carabao Cupot, levertük az Arsenalt, de amiért itt vagyunk, a Bajnokok Ligája. Kijutottunk a csoportunkból az első helyen, a 8-at döntőbe pedig kiütöttük a Leipzig-et, a negyed döntőbe a Torinót, az elődöntőbe az Atletikót, így bent vagyunk a BL döntőbe a Barcelona ellen. Ezen a ponton számomra már lehetetlen, hogy ezt elveszítsük. Nézzük meg, hogy végre sikerül-e teljesíteni a kihívást és megnyerni a BL-t. Igen, 2-0-ra nyertünk Güler és Ferguson góljaival, úgyhogy megvan a BL. És teljesítettük a kihívást. Ferguson volt a legjobb gólszerzőnk 39 góllal, őt Vaina követte 36-tal, majd Güler 25. Meg vagyok elégedve a csapattal nagyon. Ez a végső kezdőnk. Ez a videó pedig ennyi lenne, én remélem, hogy tetszett, ha így volt, akkor dobjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel. Én Levente voltam, következő alkalommal találkozunk, legyen egy szép napotok, sziasztok!